Sziasztok, Anomé vagyok. Ígértem nektek tegnap, hogy beszélek a saját hasamról. És nem vagyok narcisztikus, csak szeretnélek benneteket végigvezetni ezen a folyamaton, hogy mit okoz az intenzív gyakorlás. És az intenzív gyakorlás, ez kivétel nélkül tisztulási tünetekkel jár. Úgyhogy nem találtátok el. Nagyon messze vagyok még a kocka hastól, ahhoz képest, hogy kezdtük, egy kicsit duzzadtabb a hasam, mint volt. És ha valaki ismeri a történetemet, akkor lehet tudni, hogy ez abból adódik, hogy 12-szer volt felvágva a hasam a műtétek miatt. 4 év hasi dialízis, ennek a mellékhatásaként 3 hashártyagyulladás. Szóval nem ez a terület. Igaz, hogy semmilyen problémát nem okozott, és tökéletesen egészséges vagyok, de mégis voltak ennek a területnek olyan emlékei, ami ki kell, hogy tisztuljanak onnan. Úgyhogy az intenzív gyakorlás ezt okozza, hogy felerősödik az a tünet tulajdonképpen, ami régen ezzel járt. Egy picit meg van duzzadva a hasam, lehet érezni, hogy aktívabban dolgozik, de hát ha rám néztek, biztos látjátok, hogy makkegészséges vagyok, és sugárzóan egészséges. Nem azt jelenti, hogy beteg lennék most, csak ezt úgy hívják, hogy tisztulási tünet. Az a tapasztalat, hogy nagyon sokan gyógyulnak meg ennek a módszernek a segítségével, és mindannyian így, tisztulási tüneteken keresztül. Ezért fontos ezt elmondani, hogy senkinek ne legyen olyan illúzió, hogyha elkezdi velem a gyakorlást, vagy velünk az Anomé Kundalini program csapatával a gyakorlást, hogy akkor onnantól kezdve minden tökéletes lesz, hanem onnan tudjátok, hogy jó irányba mentek, hogy időnként tisztulási tünetek jelentkeznek. Ezt szeretném folytatni a következő alkalommal, és szeretnék beszélni nektek még a saját tisztulási tüneteimről, amik mostanában jelentkeznek, mióta intenzíven gyakorlunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!